Tételem címe: Mikszáth Kálmán, Szentpéter esernyője. Először a narratológiai alapfogalmakról beszélnék, majd folytatnám tételemet a narratológiai újításával Mikszáthnak, ezek után az anekdotikus és ironikus regényről beszélnék, majd tételemet zárnám a mű tükörszimmetrikus szerkezetével. A narratológiai alapfogalmak. Az elbeszélés, angolul discourse, történet, angolul story. Három befogadói tudás létezik, amelyek három nézőpontra, fokalizációra osztható. A három nézőpont a belső, külső és zéró fokalizáció, avagy mindent tudó. A befogadói tudás a nézőpont kapcsolata. A befogadó tudhat többet, mint a szereplő, ez a zéró fokalizáció. Ha a befogadó ugyanannyit tud, mint a szereplő, az a belső nézőpont, és ha az olvasó vagy befogadó kevesebbet tud, mint a szereplő, az a külső nézőpont. Mikszáthnak az az újítása a narratológiában, hogy ezt a hármat keveri. A nézőpontok keveredése tehát Mikszáth narratológiai újítása. Vannak különféle elbeszélői szerepek ebben a műben, mint például az, hogy a mű elején Mikszáth nem az elbeszélő szempontjából beszél, hanem egy öreg asszony lesz az elbeszélő, az ő nyelvezetével és az ő beszédstílusával meséli el azt a részt. Illetve még több ilyen is van benne. Az anekdotikus regény. Az anekdota, illetve az adoma. Az anekdota az a kisebb, az anekdota az a személyeket humoros, csattanós, rövid történettel jellemzi. Az adoma az pedig ugyanez népcsoportokra. Az anekdotikus regény az, amiben adomákkal és anekdotákkal jellemzi a szereplőket, illetve népcsoportokat. A társadalmi konfliktus van ebben az időszakban Magyarországon, és ez az anekdotikus regény arra is jó, hogy ezt enyhítse. És ez is segít abban, hogy enyhüljön a magyar konfliktus. Ironikus regény. A 19. század második felének két egymás mellett élő stílus irányzata a romantika és a realizmus. A romantika az az idilli környezetről szól, és ezt Mikszáth kiparodizálja azzal, hogy egy nagyon jó, nagyon menő ügyvédnek fizetnie kell azért, mert letépett egy rózsát. A realista regény kétféle módon is kiparodizálja. A realista regény a városi emberek, de ezt Mikszáth közemberekként ábrázolja. Ezzel is kiparodizálva. Illetve kiparodizálja azzal is az egészet, hogy gyakorlatilag végig hazudik. Tehát, hogy a realista regény ez igazat mond, és teljesen valósághű, de Mikszáth regénye nem ilyen, egyáltalán. És ezzel is ezt parodizálja ki. A mű tükörszimmetrikus szerkezete. A mű látszólag laza szerkesztésű és nyitott szöveg, azonban ez nem így van, mert hogy ez egy szimmetrikus szerkezeti mű. Az első és az utolsó fejezetben, vagy az második és az utolsó előtti fejezetben is találhatóak ilyen kapcsolatok, a középső pedig
tetőpontja a műnek. A középső fejezet.